2004-ben itt 25-30 ezer ember gyűlt össze Jézus nevében, hogy felemeljük az ő nevét, azért, hogy könyörögjünk a nemzetünkért, imádkozzunk az ország megtéréséért. És ez egy óriási dolog volt, amikor azt láttuk, hogy emberek tömegei ezen az emblematikus helyszínen, ahol a történelemben annyi minden történt. Egyszerűen felemeljük Jézus nevét, és az ő szeretetét hívjuk be a szívünkbe. Hatalmas dolgok történnek, azt hiszem, amikor mi egyénileg odafordulunk Istenhez, de amikor már akár csak ketten, ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman, ha nevembe összegyűltök, de képzeljük azt el, amikor ezrek vagy tízezrek. És innen, ahogy mentünk előre évről évre, most már ugye a Pap László sportarénánál tartunk, hogy évről évre összejövünk és együtt imádkozunk az országunkért, és éneklünk olyan dalokat, amivel Isten szépségét bemutathatjuk. A következő néhány percben megismerhetitek László Viktort, aki az Ez az a nap megálmodója. Gyertek velünk! Miért pont ez lesz a jövő évinek a ilyen mondata? Címe? Uh-huh. Hát ez egy ilyen építkezés, ugye? Most volt idén a víz a téma, jövőre a szél, és a 17-ben meg a tűz. És az a lényeg, hogy a Szentléleknek a három legkifejezőbb metaforája a Szentírásban. Mind a három úgy van jelen, hogy ennél kézzelfoghatóbb módon nincs bemutatva a Szentlélek, és így a három évben a három legmeghatározóbb példájával, amivel a Biblia beszél a Szentlélekről, ez lenne a mondandó. És ezeket te találod ki? Aha, igen, nagyjából. De hát reméljük, hogy felső sugallatra jön, és nem, persze, nem ugye, saját elméket. Persze, igen. Nem egy csapat, vagy nem tudom. Igen, de amúgy ez mindig úgy van, hogyha jön egy ilyen ötlet, akkor megosztom a csapattal, vagy pedig épp a csapat oszt meg velem valamit, tehát abszolút csapatmunka van, és egy nagyon jó kis csapat áll mögött, az egész mögött, különben nem is tudnánk sikert elérni, és támogatjuk egymást előremutató dolgokban is, meg aznapi dolgokban is, meg egyáltalán. Hogy víz, szél, tűz, és tényleg ami most volt májusban, ott lehetett érezni, hogy az élő víz az Jézus, aki ki tudja árasztani, és a szívünkbe, ahogy ez felfakad, ez átváltoztathatja az életünket. Erről szólt az idei Ez az a nap, jövő évi meg a szélről. És az azután miért még nincs kitálva? De, az meg a tűzről. Aztán utána kiértékeljük, hogy mi történt. Az egész, amit itt körülöttem láttok az irodában, az valahol az életemnek állomásai, számos darabja. Alapvetően egy ilyen audiovizuális típus vagyok, tehát meghallok dolgokat, megfigyelek dolgokat. Fotósként indult ilyen 10 éves koromban az életem. Megvan az első kép? Itt van igen, meg tudom mutatni, hogyha így előveszünk egy ilyen kis darabot, leporoljuk az archívumból. Ezt gyakorlatilag 10 éves koromban készítettem. A Balaton parton Fonyódi beállás
akkor az volt így a mániám egészen kiskoromtól, hogy mindig, amit a nagypapámtól kaptam, meg a szülőktől pénzt, azt egy ilyen összetörhető malacba félreraktam, és évekig addig rakogattuk, míg egyszer így lepottyantottuk a malacot, vagy lepottyantottam, és abból meg tudtam venni életem első fényképezőgépét, 10 éves voltam. És még azon a nyáron egy hihetetlen momentumra lettem figyelmes, hogy egész nap szakadt az eső, dörgött, villámlott, mintha özönvíz áradt volna, sötét volt szinte, és este ilyen 9 óra környékén egy pillanatra, talán összesen egy néhány percre így a hatalmas sötét felhők alól kibújt a nap, és így áttört a sötétségen a fény, a világosság, és azonnal rohantam, és pont volt nálam film is, és ott megtudtam ezt a képet kattintani, vagy el tudtam kapni ezt a pillanatot, és hát ez tulajdonképpen egy olyan fotó volt, ami ott kézen járt, így a barátok közt is, meg a családban. Azt soha nem gondoltam volna, hogy majd 20 év múlva abból egy első magyarországi magánképeslap kiadás indulhat el az akkori monopólium után, 89-ben, amikor a különféle állami koncernek, mint képzőművészeti kiadó, és ehhez hasonlók adhattak ki csak képeslapot, és ez az ötlet így meg tudott valósulni. Sziasztok! Minden rendben? Na hát örülök, hogy ilyen jól egybegyűltünk a mai napon. Szia! Csinálsz? Úgy éreztem, hogy szinte az egész világot körbejártam már így 92-93-ra, ilyen 24 körül. És mindig kerestem valami pluszt, amit úgy éreztem, hogy egy ilyen űr a szívemben. Ezt egyszer egy nagyon kedves lelki atyától azt hallottam, hogy mindenki számára Isten adott egy olyan űrt az életébe, amit senki más, csak ő tud betölteni, és valahol ezt tényleg így utólag visszagondolva folyamatosan kerestem, hogy mi lehet az életnek a legmélyebb és legbensőbb értelme, sőt, sok egyéb világvallás felé is elkezdtem szaglászni, hogy mégis miben találom meg az igazságot, vagy ilyen különféle spirituális útvesztőkbe is belejutottam, amit ma talán úgy nevezünk, hogy a New Age útvesztői, és a végén rájöttem, hogy maga Jézus és a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, a Biblia a válasz az élet nagy kérdéseire, és hát olyan óriási nagy dologban volt részem, hogy ezt úgy megtapasztalhattam Istennek az élő szeretetét, hogy egyszerűen nem is csak megtanulhattam, mint ahogy akár hittanórán, vagy akár egyetemen teológusként az ember tanulhat Istenről, vagy a hitről, vagy a történelemről, hanem egyszerűen átélhettem Istennek az élő és személyes szeretetét, érintését. Ez egy kis közösségbe történt, nem kell semmi nagy dolgot elképzelni, néhányan összejöttünk, imádkoztunk, bennem volt egy nagy nyitottság, annak ellenére, hogy lent állt épp a legmenőbb autó már, és ha akartam tulajdonképpen bárhol eljuthattam a világban, mégis az ott motoszkált bennem, hogy valami több kell. És ez a vákuum, ami ott volt valahol mélyen bennem, ezt Isten szeretete tudta betölteni. Viktor, kíváncsi lennék arra, hogy amikor te megtértél, az milyen érzés volt? Egy óriási
dologgal ajándékozott meg Isten, nem csak, hogy dönthettem valami mellett, amiről elhiszem, hogy jó, hogy ez a könyv igaz, hanem át is élhettem azt a szeretetet, azt a megbocsátást, azt az irgalmat, amivel lehajolt hozzám. És az én szüleim elváltak, mikor 12 éves voltam, és apa nélkül maradtam, és úgy éreztem, hogy a legfontosabb pillér a kezemből, a kezem ügyéből elveszik, szinte még fogtam a szüleim kezét, és idővel, amikor azt éreztem, hogy Isten szeretete le tudott hajolni hozzám, valahol visszakaptam azt a mennyei atyát, azt a szeretetet, amivel Isten mindenkit meg akar ajándékozni. És amikor átadhattam az életemet, olyan sikeres üzletemberként szokták mondani, hogy azok mennek Istenhez, vagy térnek meg, akik meg már az utolsó reményük marad, és nagyon egyszerűen hogy mondjam, nem találnak már más kapaszkodót. Nekem mindenem megvolt az életben, és olyan fiatalon, olyan sikeres tudtam lenni, amit nagyon kevesen mondhatnak el itt Magyarországon. Mégis az életem legjobb döntését hoztam, és azóta 23 év alatt úgy érzem, hogy minden napon úgy tudok fölkelni, hogy Isten szeretete hát jár, és az ő szolgálatát akarom folytatni az életem hátra levő részében is. Most egy üzletbe is eljöttünk ide, mert egy ajándékot készítettél a feleségednek. Miért? Igen, ma van a házassági évforduló. Hanyadik? Éppen a 22. Ugye egy 21, egy 19 és egy 17 éves nagy gyermekünk van, tehát egy generáció már úgymond megszületett a mi kis kezeink és szeretetünk alatt, úgyhogy egy különleges ajándékkal készültem, én is nagyon várom, hogy milyen lesz. Még nem sok munka volt benne, még nem egyáltalán. Jó napot kívánok! Aztán egy fotókönyv volt. Vannak kihívások vagy nehézségek a hétköznapokban, de ha együtt megyünk Istenhez, akkor hiszem, hogy van rá válasz. Nyilvánosan csodálkozok ezen, de... Te is most látod először. Köszönöm. Köszönöm.